Köszöntöm a kedves nézőket itt a hosszabbításban egyfajta kakukktojásként, de igazából mégsem érzem úgy magam, hiszen női kosárlabdáról lesz szó, és hát bizony a CEK elmúlt évi meneteléseit azért én folyamatosan figyelemmel kísértem. Most megint egy újabb választóponthoz érkezett a csapat története, azt hiszem, és erről az izgalmas időszakról fogunk most beszélgetni a csapat elnökével, Filipovics Kristóffal, és a nemrégiben szerződtetett vezetőedző Peter Jankovicssal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szervusztok! És köszönjük, üdvözlök mindenkit! Májusban már a kontraktus megszületett Peter Jankovicssal, de egy picit beszéljünk róla. Péter, kérlek, mutatkozz be egy picit, hogy hát azért nekem is föl van írva egy-két dolog, ugye Kassáról érkeztél, és hát azért nagyon szép eredmények vannak mögötted edzőként. Pytasz, żebyś się przedstawił, żebyś powiedział coś o sobie. Wie tylko tyle, że z Koszyc przyjechałeś. Tak, przyszedłem ze Słowacji, z Koszyc. Jutem, Slovakiából, Kosarról. Jestem pôsobił 6 roku w Eurocup-team Gudengyel z Koszyce. 6 éve voltam vezető edző Gudengyel z Koszyce, Eurocup, Euroliga csapatnak. Popri tom som mal aj reprezentačné výbery do U16, 3 roky po sebe. Jestem 3 lata, 3 éve vagyok edző U16 válogatottnak Szlovákiába. Som ženatý, mám 2 deti. Nős vagyok, van 2 kislányom. Tak. Azért nem feledkezzünk meg az ötszörös bajnoki címről sem, ugye? A mówi, że nie zapomnijmy, że 5 razy wygrałeś mistrzostwo Słowacji. 15 krát po sebe Gudengyel. 15-ször, mert előtte ugye dolgozott, mint másodedző, és 15-ször. Hát akkor meg így még korrektebb a történet, azt hiszem. Hát egyébként meg a ceglédi pálya nem ismeretlen számodra, hiszen ugye már ellenfélként jártál itt. Że Cegled nie jest, znasz Cegled, bo tu już grałeś z nami. Tak. Érdekes lesz most biztos majd a másik oldalon állni. Hát Európa Liga, Európa Kupa, a Közép-Európai Kupa. Teraz, že z drugiej strony, že z strony Cegledu będzie stał teraz. Ugye májusban szerződtél ide, azóta azért sok minden történt itt. Ezt hogy élted meg a csapatban? Májusban, w maju podpisaliśmy kontrakt. Od tego czasu dużo się zmieniło tutaj w Ceglede. Jak ty to widzisz? Ťažko mi je momentálne, že povedať, lebo v podstate neviem ešte veľmi do čoho ideme, ale určite sa zmenil celý káder. Nehéz beszélni most mindenről, mert ugye majdnem az egész csapat cserélődött. Ale robili sme najlepšie, ako sme mohli a ja pevne verím, že ten náš výber bol šťastný a že budeme mať dobrú sezónu a na konci sa budeme tešiť možno z malých úspechov, čo bude pre nás veľmi podstatné. De lehet, hogy ez, hogy ugye kicserülődött az egész majdnem csapat, azt mondja, hogy ő minden megtesz, hogy öröm okozon nekünk, gondolom ceglédieknek, hogy minden munkát beleteszi, hogy örüljünk neki, örüljünk a csapatnak, és lehet, hogy legvégén mosolyogni fogunk, úgyhogy senki, lehet, hogy senki nem fog gondolni, de mi mosolyogni fogunk. Igen. Ugye többször szó esett már itt a Cegléd TV-ben is a történetekről, amik az utóbbi hónapban megestek a CEK házatáján, és hát azért Péter, neked óriási nemzetközi tapasztalatod van, nagyon sok mindent láttál már az európai kosárlabdában. Mennyire gyakori ez a történet, ami most egy picit meglepett minket, hogy elmegy egy edző, és viszi magával szinte az egész csapatot, legalábbis a legértékesebb részét. On się pyta, że dysponujesz, ty masz renomę i rutynę międzynarodową. Międzynarodową w kraju, długo jesteś trenerem. Jak widzisz to, że z Cegledu odchodzi trener, były trener i zabiera ze sobą najważniejszych pół zespołu, głównie najważniejsze zawodniczki. Ciężko sami k tomu wyjadruję, ja sam to jeszcze nie zażył, a nie chcę nikogo ja oczierniować, albo zniehodnocować, ale
nemyslím si, že v rámci jednej krajiny je to, je to bežné a možno keby tréner odíde niekde do zahraničia a ponúkne hráčkám lepšie podmienky a možno nejakú inú skúsenosť, tak by som to bral, ale v jednej krajine mi to príde trošku pritiahnuté za vlasy a nič je na mňa ostáva len s tým bojovať, aj keď mi to ľúto, lebo tie niektoré hračky boli fakt použiteľné a dá sa povedať, že my sme s nimi aj ratali a zo dňa na deň boli preč, takže ťažko, ťažko to takto. Nagyon nehéz valamit, bármit mondani erre. Úgy gondolja, hogy nem minden napi eset. Szóval itt leglényegesebb, amit mondott legvégén, hogy egy-kettő játékossal mi megalapodtunk előzetesen, annak ellenére ők távoztak tőlünk. Én haza magamtól teszem, hogy mi minden megtettünk a múlt években, hogy minden rendben legyen nekik, és úgy gondolom, hogy az, hogy megalapodtunk, az legjobb volt, amit tudtunk tenni, de annak ellenére is ők elmentek. És Péter arra célzott, hogy nem szokásos egyik országból se, hogy hát egy ilyen eset. Biztos volt már rá példa a sporttörténetedben. Azt mondták, hogy ő nem kritizálja senkit, nem fog beszélni senkiről semmit, mindenkinek van saját véleménye az esetről. Ennyit. Igen. Hát nyilván abban Péternek nem volt nagy beleszólása, hogy ki hova megy el innen, abban viszont már gondolom, hogy egyeztettetek, hogy ki fog érkezni. Tehát ott már azért megvolt a... Én hozzáteszem, hogy Péter beszélt a múlt játékosokkal, akik elmentek tőlünk, velük is beszélt. Úgyhogy... És egy-kettő játékos neki más mondott, amit cselekedett. Történt ilyen. Igen. Pytasz się, że na to nie mogłeś nic zrobić, że odeszły stąd zawodniczki, ale na nowe zawodniczki miałeś wpływ. Czy mogłeś popatrzeć, wybrać je, nowe zawodniczki, które teraz przyjdą? Chelsea, Spanier, te wszystkie, wiesz, Sveriges Dottir. Tak vybrali sme tie, podľa môjho názoru, tie najlepšie, ktoré boli k dispozícii a ja dúfam, že ten tím sa dá dokopy a že budeme ťahať za jeden povraz. Podarilo sa nám dojenec aj Agnes Gorania, čo je pre nás veľmi pozitívne a ja pevne verím, že hlavne tie 3-4 zahraničné hráčky, ktoré sú tu, budú tvoriť to jadro a budú ťahať ten tím, vlastne preto tu aj budú. Azt mondja, hogy úgy gondolja, hogy a választás legjobb történt, amit lehetett, ebből, amit válogathattuk, kiválasztottunk legjobbakat, és úgy gondolja, hogy ez a 3-4 külföldi játékos az egy magot fog alkotni, és hozzá fogunk beépíteni a többi játékos, például említette Gorjana Cágit, aki jut vissza hozzánk, és úgy gondolja, hogy jó lesz ez. Hát ő érezte jól magát itt Cegléden annak idején, igen. Tehát sokat fejlődött itt. Azt hiszem, igen. Azt elmondhatjuk. És... Ona tu była u nás zgravadva lata i bardzo miała wysoki rozvoj. Igen. És ezt most meghálálhatja. Én csak hozzá poviem mu a Sveriges Dottir, že ona prišla bo ze względu na ciebie. Az érdekes, hogy amikor Maja Skoric elment Landesbe tőlünk, megint csak hozzáteszem egy ilyen, most már múltból, mert ez a játékosok nincsenek nálunk, Maja Skoric azért elment tőlünk, mert kettő vagy három játékos közölt vele, hogy ők sem maradnak, akkor ő is menjen máshova. És ott volt egy éve Landesbe. Mi kerestünk egy olyan játékos, aki ezt a lukat a Maja Skoric feltölti. Igen. És akkor Helena Sveriges Dottir, én megkerestem Helena Sveriges Dottirt, ugye ez a játékos, aki magyar válogatottat megverte Izlandon. Izlandi játékos. Igen. És nem érdekelte Ceglit. Amikor megtudta, hogy Péter Jankovic van Cegliden, akkor ő maga jelentkezett. Nála, na úgy mondva, és azért itt van. Igen.
Hol tartunk a felkészüléssel, hiszen a bajnokság közeledik most már. Na jakým jesteśmy teraz etapie, wiesz, przygotowania? Tak v podstate príprava začala pred 10 dňami, takže včera bol taký prvý basketbalový tréning. Tá príprava ešte bude dlhá. A zatiaľ sa len rozbijáme, ešte nie sme ani kompletní, ale už začíname pracovať aj na útoku, aj na obrane. A ja pevne verím, že za tie 2,5 týždňa, čo máme do prvého turnaja, to už dáme nejako dokopy. Azt mondja Péter, hogy 10 napja elkezdtünk dolgozni, és tegnap volt első úgynevezett basketball edzés, és azt mondja, hogy ugye játékosok folyamatosan jönnek, ugye várunk még 2 játékosra, és akkor... Akkor lesz teljes a csapat. Igen, és azt mondja, hogy első tornához, ugye az már úgy remélik, hogy már egybe lesz a csapat. Hagyomány volt az elmúlt években, ezt tőled kérdezem, Kristóf, hogy volt egy kis felkészülési torna, utaztatok Lengyelországba, Szlovákiába. Ezek maradnak, vagy most ebben a helyzetben ez nem megvalósítható? De 12-án megyünk Dinyába. Én úgy érzem, hogy nagy megtiszteltetés nekünk, mert ott Gdynia lesz, ami most nagyon erős, brutál csapat erőségű, és Artego Bydgoszcz, Euroligas csapat lesz, és Wisła Kraków, hát ez másik Euroligas, és nem kell ugye senkinek, aki kosárlabdával érdeklődik, mutatni. Jó próba lesz ez akkor. Igen. Mi ugye 2 év ezelőtt meglepetően nyertünk ezt a tornát Krakow előtt, tavaly másodikok voltunk Krakow mögött, de tavaly volt Riga például, harmadik Riga volt, lett bajnok. Most 3 lengyel csapat lesz, meg mi leszünk. 17-án jövünk haza, 20-án érkezik hozzánk Sepsiszentgyörgy, ez román bajnok, ők is Eurokupában vannak. Itt lesz, játszunk velük egy edzőmeccset, és utána következő 2 napon itt nálunk vendégeskedni fog a Good Angels. Kíváncsi vagyok, mert Good Angels ugye most fele fiatal, fele idősebb lesz. Meglátjuk, hogy milyen, biztos jó csapat lesz. Ugye ez a meccseknek az a lényege, hogy tapasztalat, rutin, összerakni a csapatot, edző meglátja, hogy ki, hogy, melyik poszton, legjobban, hol, jó érzi maga, stb. És utána, október 3-án kezdődik a bajnokság. Vagy szeptember 30-án. Vagy szeptember 30-án, nekünk elég komplikált, mert ugye játszik nálunk egy fiatal játékos, Révisz Boroka, aki kevesen tudják, de most először történelemben Magyarország, mint Európa bajnok, ugye 3-3-asba, U20-ba, jogosultságot nyert Argentinába egy világ olimpiára részvitelre. És zárójelbe itt kötelező megjelenni az egy. Persze. A másik dolog, hogy nagy megtiszteltetés, mert Európából nagy országok, mint olasz, meg mit tudom, német, többiek nem lesznek ott. Nem lesznek ott törökök például, ahol török léga, a második a világon legerősebb. És 3x3-ban nagyon jók vagyunk. Igen, akkor. És igen. Ugye jut nekünk elutasíthatatlan kérés, hogy a Barokának részt kell venni ebbe 17 napos kiruccanásba Argentinába. Előtte van Európa bajnokság, ahol védik a bajnoki címet, és magyarul Boroka egy hónapig nem lesz nálunk. És ez az idő alatt van 4 meccsünk. Sopron, Zete, Peac jön ide, és csatába mi megyünk. Csata az új csapat, de erős lesz. A Vasashoz kötődik ez, ugye? Azt hiszem, hát, valamikor igen, úgy... Igen. Csak most külföldi játékosokat is hozták. A volt játékosunk Bujdosót játszik, akkor Adamec Lillaszolnak. Szóval jó csapat, Lelik Réka, aki nálunk tavaly volt. És
Én szeretem volna ezt, ez a meccseket halasztani. A szövetség ebbe bármibe segítő kész, csak a Baroka vagy egyrészt olimpián. A Péter viszont azt mondta, hogy ugye nekünk játszani kell, mert Európa kupában meccseket rutin kell szerezni, összerakni kell csapatot, úgyhogy Sopronnál 3 napra előre tettünk, ott még Baroka lesz, utána Baroka elutánzik, 2 meccset fogunk játszani Baroka nélkül. Van nekünk 2 fiatal játékosunk, a Barokanok, a Huga, Rivis, Luca, az U18-as válogatottnak tagja, meg a Kira Jandi, a mi játékosunk, jut vissza hozzánk Kecskemétről. Ez a 2 kicsi bepotolja a Barokanok a hiányosságát. Indult át lassacskán a bajnokság, milyen elvárásokkal lehet, vannak elvárások egyáltalán, hogy milyen eredménnyel kéne zárni majd ezt a 2018-19-es bajnokságot? Először Pétert kérdezem erről. Czy na szezon 2000, ten co teraz jest 18-19, jakieś oczekiwania, czy no, co byś chciał, może tak? Tak. Chcel by som vyhrať čo najviac zápasov určite a takým prvým radným cieľom bude odohrať veľmi dobrú skupinu v Eurocupe. To je pre mňa prvé, je Eurocup. Pevne verím, že sa pobijeme o víťazstvo v maďarskom pohári. No a urobíme všetko preto, aby sme postupili na semifinále maďarskej ligy. Peter azt mondja, hogy neki nagyon fontos az Eurocup. Igen. Ugye, hogy ott jó mutatkozzunk magunkat, meg stb., mert ugye ez óriási presztízs. Szeretne a Magyar Kupába is, megpróbálunk beverekedni magukat, akár döntőbe, és minimum elődöntőbe bejutni a rendes bajnokságba. Ez az elvárás mennyire egyezik az elnök elvárásával? Nézd! Én optimista vagyok. Én mindig optimista voltam, ha nem lennék, akkor most nem ülnék és nem csinálnám. Én amikor látom, hogy a mi csapatunknak valami hiányzik, és tudod, ez sors így akarta, akkor és a Good Angels szétesett, és Péter ott volt, én ugye először, amikor kikaptunk tőlük, ugye próbáltam rájönni, miért is hol volt a hiba, és miért megvertek minket. És tudod, az első meccsen az még nem annyira, de a másik meccsen simán is ez nálunk volt. És tudod, mindig, igen, azt mondják, hogy lengyel okos, hiba után, de valamit hibázni. És próbáltam, és akkor, és rájöttem, hogy Péter higgadtan meccseztette ezt a csapatot, mindenre volt választ, amit mi csináltunk. És amikor idejött hozzánk, én úgy gondoltam, és gondolom tovább, hogy olyan edzőt hoztam Ceglidre, aki megint egy lépés kicsit följebb próbálunk fellépni, igen, mint a kicsit Ceglid, mert ugye mi még mindig kicsik vagyunk, mi nem tudunk hasonlítani magunkat a nagy tűzökhoz, de és a csapatot, ahogy választottunk, mindig próbáltunk, amit eddig is. Ugye ez nem változott, hogy mentálisan, szóval mindenkinek legyen nagy szíve, mindenkinek legyen akarat. Szóval ilyen játékos, aki, mit tudom, 10 perc múltan utána megunja, vagy nem megy neki, és akkor feladja, nálunk nincs hely. És én bízok benne Péterbe, nézd, ha sikerülne, óriási meglepetés lesz, mert azt tudni kell, hogy ugye nagyon megerősödtek csapatok, akár a mi közvetlenek, a Peac vagy Miskolc, ugye? De bízok benne, én bízok Péterbe, bízok lányokba, ennyit. Ha jönnek a ceglidi emberek szurkolni, és én bízok benne, hogy jönnek, mert szeretnek minket, és sokan feltöltik, akkor biztos nem lesz csalódás. Kell a jó közönség. Mikor láthatjuk a csapatot? Tehát már a felkészülési meccsekből is felkészülési látunk. Meccsek, nem tudom, hogy Peter nyitott kapu előtt akarja. Szepsi Szent Györgyel będzie migrali przed otwartych drzwiach. Można przyjść zobaczyć mecz, czy nie? Kto? Szepsi Szent György, jak tu przyjedzie, na wiesz, sparingi. Tak? Kasza też, tak? Tak. 21-án fogunk játszani délután, az majd kiteszünk a weboldalunkra, ha Sepsi Szent Györgyel és másnap Good Angels-el. Lehet megnézni,
Mondom, ez ilyen tanulmányi meccs. Sokan kíváncsiak lesznek rá. Igen. És akkor vagy szeptember 30-án, vagy október 3-án. Szeptember 30-án cseréltünk pályát Sopronba. Ja, ott lesztek. Mert Sopron kérte, hogy mi legyünk az ellenfel, amikor felhúzzák az Final Four-os zászlót, FIBA adott nekik ezt, igen, a zászlót, és akkor birtokolják, és akkor felemelik, és azt kértek, hogy mi legyünk ez a csapat, aki mellett. No. Velük meccseztek a döntőt, és, igen, és akkor cseréltünk a meccsek, pályacsere történt. A második meccset játszunk Zalaegerszegen, és utána viszont Peáccal, azt hiszem, október 16-án játszani fogunk Cegléden. Vagy 14, vagy 16. Na hát erről nyilván akkor majd a megfelelő időben fogunk szólni, de hát most... Még nincs konkretizálva, mert holnap lesz összejövetel Pesten, oda megyek föl, akkor és egyeztessünk a meccseket. A menetrend akkor alakul ki. Na hát ennyi fért most ebbe a beszélgetésbe. Biztos, hogy ebben az évben itt a hosszabbításban még többször lesz szó. Kosárlabdáról egy új szakasz kezdődik most a CEK életében, egy nagyon izgalmas, jó szakasz, én azt hiszem, kiváló erőkkel, és mi nagyon-nagyon drukkolunk, és reméljük, hogy megint tele lesz a spori, és nagyon sokan zengik majd, hogy csak a sárga és a kék. Hogy... Én hazámig szeretném csak tenni egy mondatot, mert tegnap történt egy Gdynyába, ugye, és Gdynya nekünk az valahogy ugye, testvérváros. Hát igen, a polgármesterünk is, Takács Laci is ott volt, és ismeri ottani vezetőket, stb. Összejöttek a klubok. Szóval magyarul a kosárlabda lányok, ASECO, kosárlabda fiúk, focisták, és nekik a focistáknak is régen a nagy klubnak Arka volt a neve. Arka az... ez a Fridlada. Oh. Igen. Igen. És tegnap látom Facebookon, és felhívtam a Witkowskit, ugye, a üzlettársámat, barátomat, és mi van? Azt mondja, hogy összejöttek, minden csapat egyforma sárga kékbe, mint a nagy Barcelona. És város ezt kérte, és akkor, mert azt mondták, hogy a sport az egyik ambaszádor Gdynya városnak. Én nem tudom, hogy Ceglét ilyenről gondolt, majd polgármester fog nyilatkozni róla, akkor ezt a de kérdést is. Nekem, én például büszke mindig vagyok, amikor mi nyerünk valahol, és tudod, és akkor tudják, hogy van ez a pici Ceglét a térképen. Ott van az, igen, bizony, hogy ott van. Na hát tényleg ennyi fért ebbe a beszélgetésbe, találkozunk majd legközelebb is. Péter, Kristóf, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hajrá Cekk! Mi is köszönjük, hajrá Cekk! Továbbiakban is. Eddig tartott a hosszabbítás, köszönöm a figyelmüket. Legközelebb már nem biztos, hogy én ülök ebben a székben, de akkor is nézzék ezt a műsort. Viszontlátásra!